Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Misois, szeptember 15-én. Ugyanúgy, mint tegnap, a mai napon is hiányzik a könnyűség. Nem tudjuk, hogy tudnánk kifejezni magunkat, nem találjuk meg a megfelelő szavakat. A mai napon a hold az Aslésa holdházban található. Lefordítva ez kígyót jelent, és azt közli velünk, hogy itt megújulásokról van szó. Én az érzelmeket tekintem, mégpedig azt, hogy áttegyük magunkat a félelmeinken, és bátran viselkedjünk, hogy magunkhoz álljunk, érezzük ezt a belső erőt. A mai napon van a nap és a hold között egy úgynevezett halb-szextil kapcsolat. Ez a szomszédos jegy, és pontosan ez történik a mai napon. Ez egy jó kapcsolat, és az segítséget mutat a közelből. Azok lehetnek a szomszédok is. A mai napon van kettő úgynevezett quincunx aspekt. Én ezt mindig úgy magyarázom el, mint egy inga. Képzeljétek el, van előttetek egy inga, és én megkérdezném, mondjátok meg, hogy melyik irányba fog kimozdulni. A válasz? Nem tudom. Fogalmam sincs. Talán jobbra, talán balra, de az is lehet, hogy ki sem mozdul. És pontosan így érezzük magunkat. Az egyik ilyen quincunx aspekt az a hold és egy visszatekintő Neptun bolygó között van, a másik pedig a hold és egy visszatekintő Plutó bolygó között van. Mivel Neptun visszatekintő és Plutó szintén visszatekintő, itt a múltról van szó. Le kellene zárni valamit, vagy jönnek ezek a régi emlékek, és mi olyan szomorúan érezzük magunkat, csalódottnak érezzük magunkat. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy miért, mert pontosan ez az úgynevezett quincunx aspekt váltja ki bennünk ezt az érzést, és a gondolatok, nem tudom, fogalmam sincs. És pontosan így érezzük magunkat, nem tudom, fogalmam sincs. Honnan jön ez a szomorúság? Miért érzem így bizonytalannak magamat? De az is lehet, pontosan a Plutó bolygó hatása alatt, hogy valamit le kellene zárni a múltból, vagy egy kapcsolatot befejezni. És itt is azt mondjuk, tegyem, vagy ne tegyem. Nem tudom, fogalmam sincs. Talán így jó, talán úgy jó, bizonytalanok vagyunk. Egy ilyen quincunx aspekt közeledik a napokban. Az nem a mai napra vonatkozik, de legyetek azért figyelmesek, mert a következő napokban lesz egy Merkur és egy visszatekintő Neptun bolygó között egy ilyen quincunx kapcsolat. Itt más témák vannak. Itt kommunikációról van szó, vagy egy szerződésről, és vigyázni kell, az is lehet, hogy valaki megpróbál becsapni bennünket. És érezni fogjuk ezt a bizonytalanságot. Mondjam, vagy ne mondjam, aláírjam ezt a szerződést,
vagy sem? Mit közölt ő velem? Higgyek neki, igen, vagy nem? Nem tudom, fogalmam sincs. Ezt fogjuk érezni a következő napokban. És ez volt a mai felvételem, mi szó is, szeptember 15-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!